aztán egész friss munkák csak, hanem inkább egy ilyen életmű, nem retrospektív éppen, de egy ilyen életmű anyag gyűlt össze. Lényegében a padlást leerítettük, elhoztuk, és akkor a kurátor döntött. Vécsi Nagy Zoltán, ő volt ő a kurátorunk, és ő tette az írópontot, ő válogatta a munkákat össze. Felmentünk a padlásra, körülnéztünk, leszettünk mindent, behordtuk ide, és abból ő válogatott, a többit meg hazavittük. Vannak olyan munkák, amit azt hittem, hogy soha az életben nem fogunk többet kiállítani, de neki valahogy tetszettek, és akkor így most nekem is érdekesnek tűnik, mert ezeket a munkákat ennyit egymás mellett még nem láttam. Csak ott fenn a padláson, ott meg nem. Sokat meg kellett restaurálni, hogy így mondjam. Sokat hurcolkodtunk, mert mikor innen a műteremből, a Szent Györgyről kiköltöztünk, akkor elvittük a munkák egy részét Kovásznára, akkor még nem volt ott műterem. Volt régi istállóépület, meg színek, oda raktuk be a sok munkát. Akkor vettem kecskéket, azok leverték a képeket, összemászkálták kiukat, meg ilyen olyan, azt kellett megrestaurálni. De a kiállítás előttig azok még olyan szakadt lyukas képek voltak. Azért is gondoltam, hogy na, ebből soha nem lesz semmi. De Zoltánnak tetszett, csak muszáj volt neki, hogy megrenováltuk. Még egy párat kölcsön kértem, amit annak idején barátoknak ide-oda elajándékoztam, mert nem nagyon vásároltak tőlünk ilyen típusú képeket abban az időben. 72, 70, 68, ezekben az években. Amire azt mondják, hogy akkor egy kicsit olyan avantgárdok is voltunk, de nem. Azt szoktam mondani, hogy akkor szinte rá se lőttek ezekre a képekre. Valahogy így volt. Most meg azt mondják, hogy hű, akkor még már, hú, milyen jó volt. Bukarestben 3 év alatt, amíg bent voltam, addig már úgy kapcsolatba kerültem színházzal, jó színházzal, jó képzőművészettel 70-es években, és az iskola után én színházhoz kerültem egyenest. A színházi tér is, és maga a színházi munka is egy egész különleges munka, mert előadástól előadásig mindig más valamivel kellett foglalkozni. És akkor ez többféle műfajba engedett betekintést, többféle megközelítést is, és én nem is tudom, hogy alakult, de így alakult. Ennél döntöttem el, én csináltam grafikát, és festettem, de keveset. Szóval nagyon a legelején már ráálltam erre. 75-ben már textil szakon, tehát művészeti szakon kerültem be a Képzőművész Szövetségbe, mint alaptag. Úgyhogy régi szerelem. Az anyagnak a mélysége, az a puhasága, a gyapjúnak a melegsége, ezekben a mai beton, üveg, fém, hideg-rideg épületekben, ez valahogy én lelkem szerint ezek kibánkoztak, ezt éreztem, hogy ezt kell csinálni. A színház, ez hogyan hatott mondjuk erre az egyéni? A tér. Az óriási nagy tér. Hát 70-es években itt látható még a kitéve a műtőben egy ilyen olyan kötelekből, mint akarom. Akkor a munkát, ilyen 80 kilós munkát állítottunk össze Bukarestbe, azzal szerepeltünk. Tehát a színházi tér az akkora, annyira nagy, annyira tág, hogy ott egész más rálátásunk volt a munkákra és egyáltalán, amit csináltunk.
arra. Szerettem egy picit a síkból mindig egy kicsit kijönni, egy kicsit plasztikussá tenni. Vagy az visszatérő, abból is sorozaton több volt nagy domború szemmel, fából voltak a szemek, meg több változat. Meg nagyon szeretem az anyagokat kombinálni. Tehát a fát, a gyapjút, a fát, vagy a bőrt, a gyapjút, tükröt. Úgyhogy ezek mindig visszatértek. Valahogy így érzem. Így jön. Megérzem a munkáimat, nem megtervezem, hanem úgy bejönnek. Meg ezt kell csinálják, születnek, igen. Igen, ráérzek, hogy na most ezt jön, hogy ezt csináljam. Mint ha valaki irányítana, vagy azt mondaná, hogy ez, mert ez lesz. Ezáltal fejezed ki magad. Az. Sokszor belegondolok én is, hogy ez honnan is van, de... Nem tudom, de jó. Akkor jó, amikor jönnek ezek a sugallatok, ezek a megérzések. Meleg földszíneket szeretem, többnyire ezekkel dolgoztam. Úgy vannak, még úgy kacsingatok egy picit hideg színek felé is, de nem tudom, nem igazán látom még. Úgy vannak még elképzeléseim. Nagyobb munkára is, de az nem tudom, hogy fog összejönni. De hát, ha az igazság, ez az Arándoklat című installáció után eltelt, szóval 4, szinte 5 év, hogy egyszerűen nem jött semmi. Szóval az annyira úgy kiégetett, annyira tömör megfogalmazású, hogy egy jó darabig nem jött, hogy semmit se csináljak. Most viszont már úgy inkább, ugye eltelt biztos az a periódus, amikor az embernek töltődni kell közben, és akkor már lehet dolgozni ismét. Az igazság, reformátusok vagyunk, katolikus csoporttal mentünk el, és olyan érdekesen hatott ránk ez az egész Rómában, tehát Olaszországban több helyre, az Assisiben több helyen voltunk, és a másik meg Franciaországban. Kiszenterész templomban szinte az óceán parton van, és akkor vissza sok mindent, rövid idő alatt nagyon sok mindent végignéztünk, és bennem így szűrődött le. Szóval nem egy útikép, nem egy direkt ábrázolás, hanem egy ilyen átlényegített valami. 40 év kommunizmus, meg templomban nem járás, meg teljesen távol lett az egész transzcendens irodalomtól, meg világtól. Az egy olyan egészen mélyen megérintett lelkileg. És az jött ki ezekbe a munkákba. Érdekes, hogy teljesen más színében is. Más. Ja. Formavilága is más, és színe, tehát hófehér. Mit jelent önnek az alkotás, vagy az, amikor teremthet valamit? Örömet. Végtelen örömet. Amikor megszűnik minden, amikor csak az. Nem tudok olyan szépen mesélni szövegbe, vagy leírni, inkább azért festek. Mindig próbáltam lereagálni valamilyen politikai témát. Hát már csak az a megfeszített ló, az a kollektivizálás idején volt, amikor azt mondták, hogy már lovakra nincs szükség, traktor, autó, gépek, ezek kellenek. Aztán de lassan visszajött, hogy ló is kell. Szüleim kulákak voltak, és akkor volt egy csomó ilyen Herceg utca családban. Már úgy értem, hogy házkutatás, vittek azt, ki kellett váltani, visszahozni, ilyenek. És főiskolára se vettek fel ilyen háttérrel, úgyhogy a művészetiskola után én csak építészeti technikumot végeztem. De hát ha festő vagy képzőrész akartam lenni, akkor azt csináltam. Jól dolgoztam tervezőként is, vagy 7 évet,
De aztán átnyergeltem a színházhoz, az közelebb volt ehhez a pályához, és azóta ezt csináljuk. Eleve monumentális festészetre szerettem volna menni. Viszont a színházba ez a monumentalitás, ez megvolt a díszletbe, akár háttér, vagy akár egy díszlet, vagy akármit. Hát, így úgy kicsit kárpótolt ez a dolog. Elég sokat, vagy 60-70 díszletet készítettem a 35-40 év alatt. És ezt szerettem benne a nagyot, és ezek megmaradtak a mai napig is, azért kezdek festeni ilyen nagyobb dolgokat. Valahogy a kicsibe én nem tudok, nem érzem otthon magam. Így cselkedtem a szobrászattal is, mind ahogy, vagy két-három munkán is látszik itt. Középiskolás koromban Izsák Mártonnál is voltam, Hunyadi Lacinál is voltam. Végül mégis festészeten diplomáztam. Szóval ez egy ilyen kicsit ilyen átjáró ház volt az akkori művészeti iskola, de az nagyon jó volt, mert sok mindent meg lehetett tanulni. És vannak olyan kollégák, akik azt mondták, hogy több évet kellett dolgozzanak azon, hogy elfelejtsék azt, amit a főiskolán beléjük vertek a szociál korba. Na, hát én ezt megúsztam. Voltunk, 8-tól, én vagy 10 évet udvaroltam a feleségemnek, és azután házasodtunk össze. Ezt Vásárhelyen? Vásárhelyen, igen. Hát 8-tól a liceumban végig, akkor én elmentem 2 év katonaság, utána 3 év technikum. Ő is dolgozott Udvarhelyen, és akkor ő Bukarestbe járt a technikumba. Aztán a végén, de mindig megvolt a kapcsolat köztünk. Olyan diák szerelemnek nevezik, és még tart most is, aztán nem tudom, meddig. Egymás mellett létezés, egymás mellett alkotás, egymás munkáinak vagy munkájának a stimulálása, a segítése, a kritikus ránézése az, ami segít, az, ami nagyon jó. Úgyhogy ebben ültünk, ebbe diákkorunk óta vagyunk együtt. Mindegy, hogy én festek, vagy grafikázok, vagy Ria éppen textilbe, de vannak ilyen áthatások egyik a másik. Nem másoljuk egymást, de valahogy, valahol ott hátul valahogy jönnek ezek a dolgok. Rengeteg vázlatot készítettünk, sokáig még azokból is élhet az ember. Most is néha előveszem régi dolgaimat, újra fogalmazom. Szeretem ezt csinálni. Van egy hobbim, annak lehet nevezni, szeretek horgászni. Ha egyszer tehetem, akkor kimegyek valahova a természetbe. 96-ban volt a Váradinum, mikor Nagyvárad 500 éves évfordulója volt, és arra volt hirdetve egy kiállítás. És horgászott közben a vízparton, jöttem, mentem, találtam egy érdekes dróthálót. És rögtön bepattant, hogy hát ebből lehet valamit csinálni. És abból született a lovak király, ami ott van a folyosó végén. Adott volt az a drót, kivágtam a láncingnek itt a nyakát, csináltam egy fejet mellé, volt az országalma, a többi már megvolt. És akkor ebből gondoltam tovább, hogy hát ne, hát ebből egy érdekes dolgot lehet csinálni. És akkor kezdtem a kutyákat, meg a kerítéseket, meg madár, meg ami azért kezdtem ilyen kisebb dolgokkal, hogy kikísérletezzem a technikát. Most már bonyolultabb dolgokat is csinálok, vagy tudok csinálni, sőt már kombinálom, mert már használok
más anyagokat is, nem csak a drótot, csak akkor mondják a kollégák, csalsz, mert ez nem drót nyomat, egyéb is van benne. Akkor írom, hogy vegyes technika. Hát láttam a csipkét is. Igen, azt is használok, meg van ez a az olvasztó pisztoly, amiben ilyen hosszú műanyag rudak járnak, azzal is rajzolok így, és ilyen szép lenyomatokat lehet csinálni róla, hogy csuda. Csak ki kell találni. Olvastunk ilyesmiről művészettörténelemben, hogy voltak ilyen csoportok, akik próbáltak együtt alkotni, volt olyan, aki többek között egy orosz társaság, mert ahhoz jutottunk hozzá abban az időben a Iskusztvó című lapba, hogy az egyik kezet tudott jól festeni a másik portrét, a harmadik talán háttereket, vagy nem tudom micsoda, és akkor ilyen nagy kompozíciókat csináltak így közösen. Ezeket úgy hívták, hogy Kukrinyinszki társaság, vagy mit tudom. Na, és akkor meggondoltuk, hát próbáljuk ki, hogy ez hogy működik. És akkor csináltuk azt a augusztusban születettünket. De már nem emlékszem, hogy ki melyik részét csinálta, de talán Ria a csecsemőt, én a köpenyt, hát nem tudom, hát az nagyon rég volt. De így közösben azt hiszem 3 vagy 4 munkát csináltunk. Aztán volt közte olyan is, ahol egy ilyen emlékműnél kicsi pirosnyakkendős eltársak így álltak. Aztán egyszer jött egy bukaresti kritikus, és azt mondta, hogy numeritesse vácsasát se van. És akkor abba hagytuk. Itt Szentgyörgyön akkor volt egy pár idősebb képzőművész, és a környéken Kézdin, Kosztándi Jenőjék, itt Hervai bácsi, meg a Mátis Tarcs János, és gondoltuk, hát a fiatalok vagyunk, valamit csináljunk, és akkor összebeszéltünk Kis Bélával, régi, még liceumból barátok voltunk, és ő is hazakerült, mert azelőtt Szatmáron dolgozott, különben ő monumentális festészetet végzett. És akkor összeálltunk 3-an, és így lett egy ilyen a grup 3. Ezzel is annyi vizé volt, cirkusz, holott az egy rendes művészeti csoport volt, művészcsoport volt, vagy 3-4 alkalommal csináltunk kiállítást. Aztán az is úgy kifutotta magát. Jöttek ugye más problémák, gyerekek, család, itt, ott, amott, akkor már nem működött ez a szoros baráti kapcsolat. Na, azelőtt összeültünk egy-egy gomba vacsorára, vagy valamire, ami akkoriban volt, és akkor művészetről tárgyaltunk, de aztán ez lassan befejeződött. Aztán most nem is beszél senki ilyesmit sem.